Szeretnék önöknek bejelenteni egy olyan dolgot, ami még Magyarországon nem volt, illetve a magyar gasztronómia történetében még nem fordult elő. 2015. január 1-jével kiírjuk a Nemzeti Amatőr Főzőverseny főzőknek a bajnokságát. Mégpedig olyan feltételekkel, hogy a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség régió elnökei által jóváhagyott nagy rendezvények nyerteseit fogjuk meghívni jövőre a Kárpát-medencei pálinka versennyel egy időben megrendezésre kerülő döntőre, ahol nem kevesebb, mint 1 millió forint értékű özdíjazású verseny lesz, ahol az első 3 helyezett fog osztozni ezeken a díjakon. Ilyen Magyarország történetében még nem volt. Ugyanúgy, mint amikor a szerzőtársammal elkészítettük, a Benke Laci bácsival, a világ 3. legnagyobb könyvét, ami a mai napig a parlamentben van. Tehát ez sem egy kisebb fajsúlyú történet. Mindenkinek, aki most per pillanat itt főzött, javaslom, hogy jövőre induljon el ezeken a versenyeken, hiszen a győztes nem akármilyen tisztességbe lesz itt részesítve. Köszönöm, hogy meghallgattak, és a másik, mint látják itt mögöttem, a Fúvos zenekart. Ők is egy páratlan hangzást fognak képviselni, hiszen amilyen koncertet most önök hallani fognak, kevés helyen hangzott még el. Modern slágereket fognak fúvos zenére áthangszerelni. Én amikor meghallottam őket, azt szűrtem le, hogy ezek a az emberek, fiatal emberek öröm zenét játszanak. Hát hallgassák meg és fogadják őket nagyon nagy szeretettel. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Gribek Lajos úr szavait. Az az igazság, hogy még egy pár perc türelmet kérünk, mert hiszen azért egy 30 fős fúvószenekarnak, élő zenekarnak, ugye a mai világban ez nagyon nagy dolog, hiszen nem akarom bántani a nagy tiszteletű kollégáimat, de legtöbbször hozzák a CD-t, kazettát, és teljesen full playbackről, tehát fölvételről szól a zene, és az ének is. Ez most nem így fog történni, és addig, amíg a zenekar el tudja foglalni a helyét és egy pici hangbeállást, szeretettel szorítanám a világot jelentő színpad elé a Császártöltési Néptánc Együttes tagjait, addig, amíg itt Tassonyi Zsolt és csapata behangol és beszerel a Császártöltési Néptánc Együttes, szeretnék ide kérni a színpad elé egy kis igazi talpalávalóval, tehát pillanatokon belül a Császártöltési Néptánc Együttes produkcióját láthatjuk, utána pedig ne menjenek el, mert tényleg páratlan élő zenei élményben lesz részük a Kunszentmártoni fúvószenekarral, úgyhogy egy olyan 10-15 perc türelmet kérünk még, de a Császártöltési csapat már itt van a kertek alatt, a színpad alatt, pillanatokon belül elkezdődik a néptánc produkció.
Megköszöntünk mindenkit a Kurszabátori Fúvózenekar nevében. Engedjék meg, hogy bemutassam a ma délután este szólistáit. Cserinszky Nikolett! Ember, akinek ezen át is adom a mikrofont, az nem más, mint Imre Attila! Try and we'll only come to this
Köszönjük szépen a kis bevezetőnk után következzenek egy kis Modern Talking slágerek, Sherry Sherry Lady, Your Heart, Your Soul, egy kis Bonnie M, Rasputin, úgyhogy húzzunk bele! Egy kicsit nagyon, aki úgy érzi, hogy nagyon fázik, meg is lehet mozgatni a kezeit, hogy ne fázzunk annyira! Most indulunk be, és még pedig... Rasputin! Nagyon jó itt is, hogyha megemeljük magunkat egy kicsit! Nyugodt, ha lehet, jobbra, balra, fölre, oldalra! Hey!
meant to be. But the rain was gay, and he died in the cold. Proudly weep, he was a wheel of leader. No, she heard a beat and done. She believed he was a holy healer who would heal her son. Hey, rah, rah, Russell G, lumbering the Russian queen. There was a cat that really was gone. Russia Green is not a shame. It was a shame how he carried on. Tetszett ez a szám. Ha! Hú! Ha! Nem is tudtam, csodálkoztam, német volt Genghis Khan. Ha! Hú! Ha! Tatárképű focon, a bakeliton. Ez meg ki a tököm, ha nem tudhatom. Ha jó kedvem van, ezzel oszlatom. Hú! Ha! Csin! Csin! Genghis Khan! Hélete, hórete, hélete, imben vette csin! Amikor majd mindjárt lányokat is fognak hallani énekelni. Sőt, egy óriási diszkos láger, melynek címe What is Love? Talán mindannyian ismerjük. Kicsit nagyok, úgyhogy dolgokkal lehet egy kicsit megmozgatni pálinkával teli mentőnket. I'm not afraid to
Aki ismeri, az hova?
Köszönjük szépen, most pedig egy remek és kiváló szaxofon művész következik. Bahi Attila számának címe Careless Whisper. Hölgyeim és uraim, biztos nagyon voltak sokan önök közül úgy, hogy nagyon szerelmesek voltak, esetleg szerelmi bánatuk is volt, talán egy hölgy iránt, egy úr iránt. Nos, rengeteg ilyen szám van, na most mi is hoztunk egy ilyen, ilyesféle számot, melynek címe Where Do You Go, My Darling. I don't know, my lovely.
egy kicsit keményebb vizekre elezünk. Azt mondom, Bon Jovi! Talán itt már mindenki felismerte. This is a song for the broken hearted. Összeszedtük 10 pontot, a zenekar 10 parancsolatát, mivel hogy rengeteget próbálnak, rengeteget játszanak, rengeteget vannak együtt, és ennek ellenére nagyon jól szólnak. Vagy hát, hál' Istennek? Hál' Istennek! Nos, van 10 parancsolat, ami nélkül nem jöhet létre egy próba, vagy egy közös társaság. Nos, ez a 10 parancsolat pedig így szól. Első. A te hangszered szól a legszebben. Ki kell, hogy hallatszon a zenekarból. Ha többiek halkan játszanak, te top bele mindent. Második. Játék közben ügyelj a többi zenészre is. Nem tetszésed egy sötét és mérges arccal és fejed ingatásával jelezd a karmesternek. Három. Hiányozzál a zenekari próbákról. Az csak gyenge képességű zenészeknek való. Neked anélkül is megy. Ha eljössz a próbára, legalább késsél el. Ezen a te zsenialitásodat fogják felismerni. Azon kívül előkelő dolog, és kiemel téged az egyszerű zenészek közül. Négyes. Sose kövess a karmester magyarázatait és utasításait, mert azok csak a többiekre vonatkoznak. De ezeket már régen sokkal jobban tudod, és ezért unatkozol is. Jó, ha ezt félhangos megjegyzésekkel és taglejtésekkel ki is mutatod. Ugyanígy sose figyelj a karmesterre, csak megzavar téged és károsítja a szemedet. Ötös. Ne kotta után játsszál. Jogod van arra, hogy hangszered hangja külön hallatszon, és kész. Mindenki jogosult improvizálni. Hatos.
a kottákat hajtsd, össze-vissza tekerd össze, dobd a földre, tapos meg, és önts le sörrel, nehogy kiszáradjanak és tovább tartsanak. Egyébként is téged nem érdekel a dolog, a kották a kottatárosra tartoznak. Hetes, ne szalassz el egyetlen lehetőséget se a szomszéddal való beszélgetésre. Ez élénkíti a próbát, és a karmester sokkal koncentráltabban tud dolgozni. Ha valami kérdezni valód akad, sohasem a karmesterhez fordulj, hisz ő kevésbé tudja, mint a szomszédot. 8-as. Ügyelj arra, hogy teljesítményed megfelelően el legyen ismerve. Kritizálj sokat, és mindig mutass rá, hogy régebben természetesen sokkal jobb volt. 9. Sose feledd, hogy egy nagy kegyet gyakorolsz, mikor egyáltalán játszol a zenekarban, hisz tulajdonképpen te vagy az ideális fúvószenész. Úgyis csak azért játszol még itt, mivel a német Luftwaffe és a bécsi filharmonikusok, valamint a New Orleans Original Brass Band válaszlevelei, hát természetesen még nem érkeztek meg a postaládába. És a 10-es, téged ne oktasson senki, és otthon se gyakoroljál. Az csak kezdőknek való. A sok gyakorlás csak tönkre teszi az anstatszot.
a konzervátori fúvózenekar vezényel Tassoni Zsolt. Köszönjük szépen, most ismét visszatérünk. Fantasztikus Cselicki Nikolett fog énekelni I Need a Hero című számot. Nos, elérkeztünk műsorunk utolsó blokkjához, amelyben kíméletlenül magyar slágereket fognak hallani és látni. Nos,
Az első számunk már is két fantasztikus hölgy fog előadni, az Orsi, ha lemegy a nap. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, tessék nyugodtan énekelni, amit ismernek, táncolni, tapsolni, amit csak tetszik! Köszönjük szépen, most következő műsor számunk egy kis meglepetést is tartogat számunkra, mivel hogy egy sztár vendéget fogadhatunk a színpadon, talán esetleg Pál Attila személyében. Az az igazság, hogy ezt muszáj, hogy elmondjam, mert különben értelmetlen a történet. Amikor megláttam ezt a fiatalembert, aki itt kalimpál már egy 40-50 perce itt háttal, a Kunszentmártoni fúvószenekar karmestere, vagy zenei vezetője, vagy atya, vagy nem tudom, anyja, vagy nem tudom, minek nevezzelek. Az az igazság, hogy az édesanyjával nagyon-nagyon régen a színházi világban együtt léptünk föl, az anyukája úgy zenepedagógus és énekesnő, az édesapja is szintén zenész kategóriába tartozik, úgyhogy, és ő meg a testvére, aki most ilyen szép nagyra megnőtt, az ilyen ekkora kis szőkefürtő gyerekként ott totyogott a mama körül, hát olyan régen ismerem őket, és aztán most arról beszéltünk, hogy ha már itt van így együtt ez a kellemes csapat, akkor esetleg én ugyanezt nem ismerem ezt a nótát, csak félig meddig, de hogy akkor egyszer egy ilyen öröméneklésre följövök közéjük egy pillanatra. Erről volt szó. Nos, hát akkor örömmel fogadtuk. És talán mindenki ismeri egy kis Máté Pájter számot! Zene nélkül mit énekel?
Köszönjük szépen Pál Attilának! Köszönjük! Most pedig két fantasztikus neoton sláger következik, amelyhez mindannyian szükségek vagyunk mindenkire, és egy kis Santa Maria! Talán mindannyian ismerjük! Yeah.
Köszönjük szépen! Ismerős dalok következnek. Ezt nem mi fogjuk énekelni. Ezzel arra bátorítanánk önöket, hogy most önöki lesz a főszerep, úgyhogy szeretném mindenkitől hallani, hogy YMCA! Na még egyszer! YMCA! Nagyon majd kialakul a szám során. Tessék parancsolni!
Nos, utolsó számunkkal egy kis makitánccal búcsúzunk Önöktől. Riszálom úgyis, talán egy kicsit megriszáljuk magunkat úgyis, itt a legvégén ezzel búcsúzunk Önöktől. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy végighallgattak minket. További szép estét kívánunk Önöknek, és egy kis riszál! Riszálom úgyis, Riszálom úgyis! Köszönjük szépen, a Kunszentmártoni Fúvó zenekart hallhatták! Köszönjük szépen! Aki itt ott van velünk, Csenicki Nikolett! Monzinger Gabriella! Imre Attila! Tassoni Balázs! Pál Attila! És természetesen Szádori Szilárd! Köszönjük szépen! Vezényel Tassoni Zsolt! A DJ-t hallják, hölgyeim és uraim! Zsoltó Mesz Károly! Thank you.
meg a Kunszentpártoni fúvószenekar Tassanyi Zsolt vezetésével. Még egy nagyon nagy tapsot, úgyhogy halljam, hogy nincs alatt a zene. Nem hallom? Nem hallom? Na, ez azért már alkul. Sok csinos, pikulás, szőke, barna lány itt elől, akik integetnek nektek. Itt, meg a Zsolti. Jó, hát... A Zsolti rá varázspálca van, náluk meg hangszer, tehát ez...